Több mint 10 év után újra koncertet ad a Korál együttes. A hírt a Kossuth Díjas Balázs Fecó jelentette be a Korál többi tagja társaságában. A részletekről most az együttessel beszélgetünk. Üdvözöljük Fekete Tibort, Fischer László, Dorozsmai Pétert és Balázs Fecót a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt! Jézus Mária, micsoda névsor! Azért szívemnek nagyon kedves. Annyi koncerteteken voltam régen, és emlékszem egy nagyon-nagyon különlegesre. Lehet, hogy a helyszín nem az, a Kekken egy Solaris után léptetek fel, és akkor egy akkora bulit csináltatok, hogy leszakadt az ég, és én azt imádom, és az nekem nagyon itt van valahol. Na, milyen 10 év után azon gondolkodni, hogy megint kiálltok? 10 év? 11 év. 11, bocsánat, 2006. Jó, hát most az egy év már ide-oda. Hát, számítasz? Kis stadionban volt 11 évvel ezelőtt, hát nagyon szerettük azt a helyszínt, de hát azóta kőfalak leomlott. Új helyszínt kellett keresni, hát az aréna adja magát, hogy ott mutassuk meg újra. Mi van veletek? Tehát mi történt azóta? Ki merre jár, ki mit csinál? Csak nagyon röviden, tényleg. Azt hiszem, mindegyikünk a zene mellett maradt. Hát az mondjuk jó, az egyértelmű, de hogy... Dorozsmainak van egy nagyon jó stúdiója, már 30 éve, ahol többé-kevésbé mind nemzetközi, mind magyar produkciókkal foglalkozik. Egyházban lakik a basszusgitáros, Fekete Tibi, Samu. Nagyon sokat dolgozik a stúdióban, plusz színházban dolgozik, egyéb irányú munkai. Hát a Latinak is van egy zenekarra, ő is a zene mellett van. És amikor szabad ideje van, akkor ül a jacuzziba, 38 fokba. Szomorú életek vannak, igen, erre szoktuk mondani, igen. 86-ban is volt egy leállás, az minek volt köszönhető? A 86-ban azért álltunk le, mert gyakorlatilag egy teret tört az a műfaj, amit mi nem nagyon szeretünk. És velünk egyetemben több zenekar is leállt. Igen. Annak kezdtünk megint bontogatni a szárnyainkat, és 97-ben csináltunk egy fanatikus koncertet a kis stadionban, amit aztán még kétszer megismételtünk, és most már az aréna lesz, mert kis stadion meg sajnos már nincs. Na most azt mondjátok, hogy ti mit csináltok, amikor próbáltok, de tényleg, tehát hogy mit kell nektek próbálni, tehát hogy készültök erre? Egyetek kell valamit? Mondani, tehát, hogy... ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet. Hát azért mondom, hogy mit csináltok, bulisztok, szóval sztoriztok, vitatkoztok, fröccsöztök, vagy mit csináltok, hogy kell elképzelni egy próbát? Hát ez mind a próba része, ugye? Igen. Lesznek új dalok egyébként? 40 év után már túl vagyunk ilyen dolgokon, de ha valóban álmunkból minket fölkeltenek és beszámolok, hogy 3-4, akkor a zenekar tudja és elkezdi a dalt. Úgyhogy ezzel semmi probléma nincsen, de természetesen készülünk, mert ez egy jubileumi 40 éves koncert lesz, amiben törjük a fejünket, hogy ne rendhagyó koncert legyen, hanem kiegészülve olyan produkciókkal, amik hozzánk tartoznak, de mégis nem volt és más lesz. Tehát a külső vendégekre gondolok. Én erről még nagyon nem akarok beszélni, mert még nem teljesen állt össze a kép, de mindenféleképp rendhagyó lesz. A fiú, azon van vita, hogy mi legyen a számok sorrendje? Azon mindig van. Azon mindig van. Jó. A legnagyobb slágereket nyilván el kell játszani. Nyilván. Hát. Megvernének minket. Nyilván. De visszatérve az új számokra, igen, viszont dolgozunk a legnagyobb korás slágereket. Most megcsináljuk egy kibővített hangszerelésbe. Ugye dupla CD változatban. Igen, dupla CD változatban, és nagyon izgalmasnak ígérkezik, hogy a rockzene mellé egy szimfonikus hangszerelést teszünk, és rendkívül jó érzés, hogy erősíti azt a rockos hangzást, még az a szimfonikus zenekar ereje. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogyha ez a lemez megjelenik, akkor majd hallgassák szeretettel. Én borzasztóan boldog vagyok, hogy itt látlak benneteket, és hogy megint láthatunk majd a színpadon. Fecó, muszáj megkérdeznem az aggódok miatt. Jól vagy, teljesen egészségi állapotod rendben van? Köszönöm szépen, most jól vagyok, csak hát ez sajnos változik, mint az évszakok, mert ez egy olyan szív probléma, ami szívritmus zavarnak hívnak, és ez elég gyakran változó, és bármi előhozhatja. De ahhoz képest, amilyen voltam, ahhoz képest köszönöm kérdésedet, jól vagyok, lefogytam 30 kilót, úgyhogy nagyon jól érzem a bőrömben magam. Szeretném ezt az állagomat tartani, legalábbis jövő május 5-ig a koncertig. És ez lesz az, ami meg szerintem nagy boldogság lesz, és a boldogság az mindig segít a gyógyulásban. Bízunk benne. Május 5 aréna. Nagyon várjuk, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtunk. Mi is várjuk, köszönjük szépen.